Viszont Geodude szerintem rádok egy potion-t. Jó. Nem vitatkozol ezzel a ténnyel, látom? Nem, nem. Én minden HP vesztés után potion-oznék, szívem szerint. Lemegy kettő damage, potion! Azt mondom, de a legbrutálisabb ilyen élet visszatöltős izé. Full restore. Az, full restore. Elkapja a nád hátba, az meg a Pikachu már izé. Aj, a fasz, ennyire szara izé az accuracy ennek a kurva Rectrónak. Sosem találom el ezt a kurva zubetet. Hát csak kancsol a Geodude-on. Ja. Na majd arról is leszek kép, egy kancsol a Geodude-ot csinálni. Még nem is olyan nehéz, csak az egyik szemét kell arrébb tenni. Igen. De legjobb, hogy a mindkettőt. Balázs, Pezi, most adtunk egy ingyen ötletet, szóval mi földobtuk a magas labdát. Vagy bárki másnak. Hát jó, csak általában ők a legaktívabbak. Bezi, Balázs, ők ketten így a leggyakoribbak. Igen. Grafikai téren a leghűségesebb rajongók. Zubettű. Zubett, nem veszed észre, hogy idegesítő vagy? Észrevette. Itt nincs semmi. Semmi. De van, egy Zubett. Rohadjál meg. Úgyse foglak eltállni, hogy nem támadlak meg. Instant Zubett. Ja, két perc alatt kész. Igen. Fölpinted vízzel, és ilyen kis tasakokba. Beteszed a mikróba. Ja. Cső. Te beteszed egy ilyen izé tésztás levest, és kiveszed is egy Zubett. Örülnék neki. Ja, még a szobádba is jönnek a Zubettek. Nem elég a barlangba. Hát nem örülnék, hogyha beszállna itt egy nevér, mert van itt egy csomó. Nem lenne egyszerű kiesegetni. Itt azt hiszem meg a Red meg a Blue-ba egy kibaszott retikét volt. Na most az itt egy beszarábia lett volna. Kritikál hit 3 damage-el. Ügyes vagy. Na és te? Nem volt kritikál hit, viszont egy ütéssel megölted. Szupert. Szupert. Muszáj. Ha már itt van a barlangban tele Zubettel, akkor már ő is használ egyet. Ne tűnjön most ki a tömegben. Most bemosok egyet. Túlélte. Te kölelja. Fél lehet a Super Sonic-ja az, hogy? Hát annak valami 60 vagy 65% az accuracy-e. Az is tud téveszteni. Sok. I'm steamed. Meggőzöltelek, paraszt. Mikor... lesz már vége ennek a kurva barlangnak. Mindjárt itt vagyunk, már mindjárt kijelentnél. Jön 3 jó. 4 Zapdos. Meg az Elite 4-es. Á, jó, húzok innen a faszba. Hát ezek nem is akarnak bántani téged, elengednek. Tizenegyes Geodude. 17-es Geodude, engedjé! Hogy? Több XP-n van, köcsög. Itt amúgy kéne lenni egy rakéta csapattagnak, hogyha a többi verzióról lenne szó. Ez például egy különbség, hogy itt nincs rakéta csapattag. Kevesebb az ellenfél? Nem. Majd meglátod, hogy mivel helyettesítették be. Zubett, engednél a büdös kurva picsába az útba? Riválissal? Meglátod, ne izgulja. Én arra tippem, hogy nem izé. Hey, stop! Több up mine! Találtam a két hosszú ilyet, mindkettő az enyém. Hát jogos! Ha ő találta, akkor az övé? Nem, lófaszt a seggébe. Nem kéne izét használni inkább, mindó. Jó ez. Miért nem érgezzen minket? Ugye jó vagyunk, egy színben már lassan hozzuk be. Volt orb. Annak is bemosunk egy hatalmasat. Bugyózni oroszám. Azt hiszem. Mennyi meg a páncsunk van, mert gyakorlatilag csak ezt használjuk, és mindig nem fogytunk ki. Tackled, nyomjad.
most jól leviszi a defense-ünket, köszönjük. Már sosem vágytunk. Most aztán igazán biztonságban érezzük magunkat. Hozzuk be izét, Nidoqueen-t. Aha. Harcolom is. És random kiüti a Koffing a Nidoqueen-t, én beszarnék. Jaj, de ilyen random szartekvellel. Hogy néz már ki? Hát nem túl nőies. Ez tényleg úgy néz ki, hát nem. Ez tényleg úgy néz ki, mint az a mém, az a... Nem tudom milyen face. LOL face, úgy hívják. De hogy lebeg a Koffing? A gázzal. És hogy fogja meg a pizzát, hogy enni akar? A Koffing nem eszik pizzát. De miért nem a pizzát? Mindenki szereti. Poké pizza. Vidd a másikat is. Ezt nem tudom. Nem lehet kigáncsolni a gyereket és összerúgásni. Na hogy tartunk ki? Hát... 18-4... Jó, jók vagyunk, jók vagyunk. Ezek úgyse lesznek kemény ellenfelek. Na, nem rád gondoltam, Zubet. Előre tudtam, hogy te leszel. 47-es Zubet. Electronic, Supersonic. Lehetne egy olyan mód, hogy az a kihívás, hogy minden Pokémonod 69-es legyen. 69-es szint. Faszki van már! Sok Zubat. Ez tényleg idegesítő, már így arcpirítóan pofátlan a játék ilyen szempont, hogy ennyi szart bedodobál. Köszönöm. Stop Rider! De tudtam. Nem mondod! Jesse és James, yeah! Dehogy is nem. Surrender now or prepare to fight, ez konkrétan az animéből van idézet. Ez epic. Epic. Team és Rocket. A csapatjuk? Ekans, Koffing, Ekans, Koffing és Meow. Igen. De Meow most is harcolsz az animével. De jó, hogy berakták. Na most ezt a rapet csinálj egy pár körig. Túl sokat nem sebez mondjuk vele, úgyhogy inkább idegesítő. Mindegyik kritikán lenne is itt. Faszomat az Ekinsbe! Mondom, kritikál. És komolyan ezt fogja végig csinálni az Ekins? Látod. És hogy mosolyog? Imádom! Szopatni a játékost! Defense. Ez volt az első és utolsó hibát, drága barátom. Túlélte, bassz meg! Poison Sting! Ez az életet a dolognak. Miau! Vitabixon a fejére rajmasztva. Miki, könyörgöm, gyógyítsd meg a Geodude-ot. Most visszahívom. És akkor ezzel spóroltunk egy Porsche-t, jó, Bence. Oké, az is jó, tök mindegy. Takarodjon el a képernyőből. Nem akarom látni, hogy iszik. És kiöztem volna a ratatát. Tök random. Koffing! Hogy néz ki, mint egy ilyen, mint egy nagy darab lószar konkrétan, úgy néz ki. A Doom 2-ben egy ilyen rákos daganat a falon, ami így mozogtad, az ilyen... Nem is néz ki Pokémonnak ez. Ez tényleg úgy néz, ez mi? Ez minden, csak nem Pokémon. Si. Pikachu mind a kettő irányba, hogy menekül, hogy meglátja Nidoqueen-t hátulról. Úristen, mi a szar ez? Pontos. Mivel ezt nem tudja kimondani, csak annyit tud mondani, hogy Pika. De az is vörös háttérrel, hogy ez nem az a normál, kedves Pika, ez a Úristen, menekülök az életemért, Pika. Bebbit, az? Hát látjátok. És eltűntek. Mint az animében? Yeah. Annyi kurva jó lett volna, hogy a Game Boy-nak az engine-jével megcsinálták volna, hogy így kirepülnek a barlangból. Ja, ez az animációval ott így fölrepültek az égbe, és egyre kisebb, és utána jön egy ilyen fényefekt. Igen. Ding,
Hogyha lenne egy 3DS remake, ott simán meg lehetne csinálni. Csak úgy, just saying. Amúgy az egyik cikket, ez ugye alulértékelt popkultúra és izé, ikonok, a rakétacsapat simán beleférne. Ott hősökről volt szó, de majd akarok csinálni egy olyat, hogy negatív karakterekről, és ott elképzelhető, hogy benne lesznek. Mert szerintem a rakétacsapat, ha valaki, akkor ők nincsenek megbecsülve. Viszont túl vannak fizetve. Szóval ami sok szart összeraktak már, úgyhogy semmi eredménye nem lett. TM4 az mi? Whirlwind, az nem kell nekünk. Úgy. Mentsük el. És legyen vége a felvételnek mára. Jó, még esetleg itt, hogy megnézzük gyújtás után, milyen vad Pokémon tudunk fogni. Nem, legközelebb. Legközelebb. Következő felvétel. Csak mert tudom, hogy holnap korán kelsz, és már sokat vettünk föl. Bulbasaur. Annyira sajnálom. És random odaadnák egy glitch miatt. Igen. Én nem sajnálom. Sose lesz Bulbasaurunk. Mi lesz a... Csak a Bulbasaurnak meg a Squirtlenek van feltétel. Charmedet azt feltétel nélkül odaadják neked. Utána dobják. Valannyira jó. Annyira nem kell eredeti tulajdonosának. Aj. Jó van, Miki, mentsük el. Itt nem lehet leülni? Nem. Bazd meg. Jó. Itt akkor bejáratnál így. Beállok a sorokba. Yes. Van egy jelvényünk. Figyelj, ha belegondolsz, kurva jó volt a mostani felvétel. Jó volt. Nem vesztettünk Pokémont, elkaptunk egy Geodude. Nagy érdem! Itt van egy Nidoqueenünk, aki valószínűleg egy ilyen tápos, jó fejs csaj lesz a játék hátra lévő részében. Mit akarsz? Azt kell mondjam, te? Mostani felvételre büszke vagyok. Te a felvételre vagy büszke, Miki. Én meg rád! Hát, figyelj, jobb konklúziója lett, mint a legutóbbi anyagnak, az szóval... Biztos. Igen. Figyelj, itt ottunk a másik nagyobb városik, ahol terem van, és még csak egy Pokémonunk halt meg. What a great day! A Krillinről láttam egy egyszer olyan képet, hogy elmondom neked, hogy ma reggel levágtam a körömet, és csak kétszer haltam meg. Szóval... Igen, az epic. Jaj, na jól van gyerekek, egy órát vettünk föl, csak mondom. Ó, bazd meg, akkor nekem húznom kell. Húznom kell. Na, sziasztok! Hello!